fortune tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners maketh man, as someone says, then he's the hero of today. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Man, as someone says, that he's the hero of today. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Király Viktor, bravo! Az az érzésem, Viktor, hogy most már tiéd a színpad, hogy végre odaértél. Észrevettem, hogy miután begomboltad a zakodnak a középső gombját, ezért nem tudtad zsebre dugni a bal kezed, de még többször megpróbáltad. És erre az egy dologra, hogyha rá tudlak még venni, hogy ne gondolkozzál, légy szíves, amikor a színpadon vagy, semmi ilyesmi. De egyszerűen ne gondolkozz. Igen, szóval az én tanácsom az lenne most már... Jézusom. Bocsánat. Ne gondolkozz a színpadon, én is az Isten, hát ezzel milyen nem értek de egyet. De én meg azt mondom, én is most a Tamás mellett teszem a voksom, hogy veszítsétek el az agyatokat. Nincs jobb mondatom, tényleg. Szóval veszítsétek el, mert most például te közel voltál hozzá, egész egyszerűen. Te annyit fejlődtél, Viktor, hogy le a kalappal, négy embernyi host fejlődtél eddig, és azt gondolom, ha még tovább tart a verseny, akkor nem tudom, hova fogsz jutni, de fantasztikus, leborulok ezelőtt a teljesítményre. Remek! Remek, tényleg remek. Remek. Viktor! Legutóbb, amikor hozzád szóltam, akkor azt mondtam, hogy a vagányságot egy kicsit elő kéne hozni. Hát rájöttem, gondolkoztam én sokat ezen, hogy vajon lehet-e belőled, de most, ahogy elkezdted a dalt, megmondom őszintén, most megkaptam azt, amire vágytam, mert az az igazság, hogy itt most egy előadó is voltál. Én most kifáltál, először éreztem. Úgyhogy nem akarok, nem nagyon tudom ezt kritizálni, szóval azt kritizálja ezt, aki jobbat tud nálam. Gratulálok. A Lucy az előbb azt énekelt, hogy három mérő piros szallag nem ér körül engem. Ő ezt nem értheti, hiszen arról van szó, hogy terhes a nő, és te sem értetted, akkor most végre megtudtad, hogy erről szólt ez a népdal. Nekem is tetszett a szám, de nagyon hiányoltam belőle a konkrétságot. Te egy kicsit itt idegen vagy, ahogy a dalban is erről beszélsz. Végig egy picit csak egy általános mosolygás volt, és nem adtad nekünk azt, hogy emberek, én itt egy idegen vagyok, fogadjatok el de jobban. Nem idegen.
De ő nem idegen. De erről szól. Tudom, hogy miről nem idegen, azt értem, de mégsem. Tehát nem itt nevelkedett a Viktor, ezért mondom, hogy ebben egy csomó minden kicsit. De nem ez a legfontosabb fejezni. Mondat ebben a dalban, így hanem van, a legvége az, hogy bioszerv, mert így, legyél önmagad, így nem van, érdekes, mit kivel gondolnak. A gyerekek, nem erről beszéltem. Az egész dal egyébként egy paródia. A brit ember parodizálja magát New Yorkban. Így van. Szóval inkább ilyen kedves, ilyen jó hangulat. Hát erről beszélek, Viktor, hogy ugyanígy lehet egy öniróniát, hogy te itt másképp beszélsz mondjuk egy picit, nem tudod olyan jól a magyar szavakat kiejteni, és lehet önni. Tökéletesen adtad elő. És azt akartam neked mondani, Viktor, ez nagyon jó volt. Egy kicsit csodálkoztam is, hogy ugye előtte is beszélgettünk, hogy azt mondod, hogy neked idegen ez a műfaj, de miért? Hát ez nagyon jól áll neked. Nagyon. Neked tud oldani. Hát picit idegen, mert itt nagyon, szóval más, mint amit eddig énekeltem, itt nagyon precízen kell énekelni. De ez neked már jazz, vagy miért vagy? Hát számomra ez egy ilyen populáris jazz volt, és itt elő is kell adni a dalt, figyelni kell a szövegre, hogy pontosan mi, hogy kell ezt így előadni, és ezt. Nekem ezért volt egy kicsit idegen, de... Nekünk nem, megoldottad. Például, hogy van színészi képességed, Erik, ő nyilván másképpen látja, én mint egy néző mondom, először van színészi képességed, jól adtad elő, nem? És milyen jól sálad, úgyhogy most már annyi jót kaptál, mehetsz. Köszönöm szépen. Szervusz, király Viktor.